Sziasztok! Ez itt a Beszélj Velem. A mai vendégem nem más, mint Gál Szabolcs, világbajnok tandemugró pilóta, aki 5500 ugráson van már túl. És nem is szaporítanám tovább a szót, nézzétek sok-sok szeretettel! Itt is vagyunk, köszöntelek téged nagyon-nagyon sok-sok szeretettel. Kérlek szépen, mesélj arról, hogy honnan jött az életedbe a tandemugrás. Hát én is köszöntelek téged. Itt vagyunk Görgönben a nagy nap előtt, ugrani fogsz. Igen. Hát honnan jött a tandemugrás? Én 14 éve ejtőernyőzöm. Igen. Van már több ezer ugrásom, és gyakorlatilag szerettem volna ezt a formáját is kipróbálni az ejtőernyőzésnek, mert úgy gondolom, hogy elég nagy örömet és elég nagy adrenalin tudunk adni az embereknek, akik idejönnek és kipróbálják ezt az extrém sportot. És vissza tudsz emlékezni a legelső ugrásodra? A legelső ugrását sose felejti el az ember. A legelső ugrásom nekem is egy tandemugrás volt. 2007-ben talán, ott Szolnokon ugrottam. Érdekes, mert akivel ugrottam, még most is aktív ejtőernyős, és most is tandemezik. És aki akkor a külső kamerásom volt, az még most itt csapattársam, úgyhogy igen, visszaemlékszem. Kicsi a világ. Tehát gyakorlatilag tehát az első ugrás, mindig azt mondjuk az utasoknak is, hogy ez megismételhetetlen, legyen az tandem, vagy legyen az egyedül. Megvan azóta is a videóm, ha azt visszanézi az ember, az hidegrázós. Úgyhogy hát ezt sose felejti el az ember. És volt már kemény szituáció levegőben, amióta ezzel foglalkozol? Hát kemény szituáció, hál' Istennek lekopogom még annyira nem. Tehát volt már olyan, hogy a főernyőm nem nyílt ki rendesen úgy, ahogy kellett volna, de ezért van ott a tartalékernyünk, az a nagyobb biztonságban működik, tehát az azért működik, úgyhogy talán háromszor kellett úgynevezett leoldást végrehajtanom, amikor elengedem a főernyőt és nyitom a tartalékernyőt. De még nem törtem össze magam, kisebb-nagyobb akik voltak, szólóernyővel, tandemmel nem, úgyhogy ezt próbálom tartani, ezt a tendenciát. És mi motivál az életben? Hát figyelj, én versenyszerűen csinálom ezt. Ugye katona volnék, és Magyar Honvédség ejtőernyős válogatott tagja, úgyhogy elég szép eredményeket sikerült már eddig is elérnünk, világbajnoki cím, meg többször is helyezést értünk el, meg világkupa, stb. Úgyhogy hát ez, tehát én szeretnék még jó eredményeket elérni ebbe a sportba, szeretnék még sok utasnak boldog pillanatot szerezni, meg hát azért fejlődni, tanulni, hiába van több ezer ugrásom, azért jó pár dolog van még, ahol csiszolhatom a tudásomat én is. És akkor mondhatni, hogy erre büszke is vagy, mert hogy az ennek a következő kérdésem, hogy mire vagy a legbüszkébb? Hát a legbüszkébb, ha most az ejtőernyőzésről beszélünk, akkor nyilván a világbajnoki címre. Tehát csapatban lettünk elsők 2016-ban Oroszországban. Gratulálok, köszönjük szépen. Tehát előtte azóta se volt ilyen eredményünk magyarként ejtőernyőzés sportágban. Úgyhogy erre vagyok a legbüszkébb, aztán reméljük, hogy lesz még. Reméljük. És mit változtatnál meg az életedben? Nehéz kérdés. Igen. Jó lenne kicsit több szabad idő. Úgyhogy ezen kéne változtatni. Van két gyerekem, van egy feleségem. Igen. Meg van egy nagy családom, ugye az ejtőernyősök révén. Hát igen. Jó lenne, ha nem 24 órából állna egy nap. De igazából nem változtatnék meg semmit. Tehát az a munkám, az a hobbim, amit szeretek, úgyhogy ez egy jó dolog is, nem változtatnak meg semmit. A családom tolerálja ezt még. De ez a jó. Úgyhogy ez a jó, igen. Ha tehetnéd, és most lenne itt az alkalom, újra kezdenéd az ugrást? Újra. Biztos vagyok benne, hogy újra kezdeném, mert tehát nem mindennapi érzés, amit ad. De azért, amikor látom, itt ugye csinálunk tanfolyamokat is, és amikor itt ugorják az első ugrásukat, vagy akár a második, harmadik ugrásokat a srácok, azért
az a félelem az arcukon, az kemény. És emlékszem, hogy az én arcomon is ugyanúgy ott volt ez a félelem, úgyhogy... Én is be vagyok rezelve egyébként, hogy hát mi lesz. Ez már részletes. Kérlek szépen, mesélj a terveidről, álmaidról. Hát a terveim, álmaim. Gyakorlatilag, amit már mondtam, hogy csinálni tovább a sport részét, még sikeresnek lenni, akár egyénibe is jó eredményeket elérni, nem csak csapatba. A tandemugrás szempontjából pedig még minél több utasnak megmutatni, hogy milyen érzés az, amikor az ember kiugrik egy repülőből 4000 méter magasról, és zuhan 200-ra. És hát ugye most van az a lehetőség, hogy a honvédséghez lehet jelentkezni. Igen. És ha ezt te nem csak azt szeretnéd, hogy egyszer ugorjál, hanem tényleg ez a mindennapodhoz hozzátartozzon, akkor jelentkezzél és ugorjál. Igen. Ennyit tudok mondani. Lehet csak jönni egy törnyűs katonának. Igen. Egy rövid szünet, és jövünk vissza a felkészítéssel, illetve az átköltözéssel. Elmondom, mit is kell csinálni a levegőbe, jó? Hát megkaptad az hevedet, ezzel foglak tudni majd magamhoz kötni, összekötjük az életünket 4 ponton, odafönt kiugrás előtt egy pár perccel. Amikor ez megvan, fölérünk magasságra, a gépnek az ajtaja ki fog nyílódni, ki fog nyitni, úgy leszünk az ajtóba, két lábadat kirakod majd a küszöbre. Amikor a két lábadat kiraktad, kezeddel megfogod a hevedet, úgy belépszíves, úgy, fejedet lazán hátrahajtod, a harmadik másodpercet elhagyjuk, fejedet lazán hátrahajtod, kamerába nagy mosoly, mosoly megvan, kiugrunk előre. Jó? Jó. Kidélés után két lábadat törött hátrafele, jó? Fej még mindig hátul, két kéz a hevedetbe, a lábaidat törött hátrafele, az egyszer csak ütögettem a vállat. Amikor ütögettem a vállat, kilátod a kezed oldalra, okay. Megadnál neved, lazán, oké, okay, lazán. Kamera még mindig itt lesz, integetsz, mutogatsz, mosolyogsz, jól érzed magad. Jó. Jó. Zuhanunk nagyjából 55-60 másodpercig, aztán nyílik az erdő. Remélem. Remélhetőleg ott leszek majd mögötted, testben is. Reméljük. Is.
oda fogom adni az irányító fogadjukat, azokat megfogom, mint buszra a kapaszkodót. Jobbra húzzuk, jobbra megy, balra húzzuk, balra megy, jó. Elég jól meg lehet pörgetni az ernyőt. Csak annyira pörgesd meg, hogy neked jó lesse. Kicsit túl pörgetted, póló kihúz, belerókázol, megtered a szárszínét, aztán integetsz, mutogatsz szobába, kamerába, oké? Okay? Egyetlen egy fontos dolog van az ugrás alatt, az a földetérés. Földetérésnél vagy fel kéne emelni mind a két térdedet jó magasra, kezeddel benyúlsz szabon alá, megtartod, kicsit előre nyújtod, nem teszed le, popsira érkezik, jó? Ja. Mindent el fogok mondani, el fogunk gyakorolni, végén tudunk, pacsizunk, én is átöltözök, aztán csináljuk. Jó. Szóval jövünk akkor az ugrással, nézzétek, sok-sok szeretettel. Még egyszer akkor Csabikám, ugye? Mire készülsz itt és most nálunk, Börgönder? Hát ki fogok ugrani. Ebből a repülőből. Meggondoltad? Hát nem tudom, majd kiderül. Most már nincs visszaút. Heved el rajtad. Meggondolhatom fenn magam. Nem. Ott már nem, ott már kimegyünk. Jó, legfontosabb dolgod mi lesz az ugrás alatt? Lehúzni téged a hátamon. Honnan tudtad? Itt vagy már egy ideje. És csak videót néztél. Meg azért élvezd is jól magad, vigyázz rám, igen, és élvezd, oké? Okay? Rendben. Mehetünk? Mehetünk. Akkor hadd szóljon, pacsi, szuper.
így van. Nagyon jó volt. Fantasztikus. Tényleg. Nagyon. Köszi, hogy lehoztál a hátadon. Én is köszönöm az élményt. Sziasztok. Úristen, itt vagyunk, és megtörtént a leugrás. Komolyan mondom, ami ott történt fent, hát ez egy brutális jó érzés volt. Rájázni, ami a gépbe történt, az ott is marad, tehát nem mindent kell publikálni, jó? Jó. Igen, mert hogy volt, még most is ráz a hideg egyébként, volt az elején, hogy kiléptünk oda a repülőnek a szélére, és ki voltam, tehát hogy már azon gondolkoztam, hogy hátrébb megyek, de ugye volt előttem, aki kisebb volt és leugrott, és mondtam, hogy most muszáj leugranom. Szóval ez egy brutálisan nagy élmény volt, de tényleg, és én ezt köszönöm neked, azért amikor megpörgetted az ejtőernyőt, beszartam, de hogy tényleg egy brutális jó élmény volt, és ez biztos, hogy nem az utolsó volt nekem, igaz, hogy az első, de nem az utolsó. Hát általában ez így szokott lenni, a második amúgy sokkal jobb, abból a szempontból, nyilván az első az megismételhetetlen, mint amiről már beszéltünk, de a második abból a szempontból jó, hogy tudod, hogy mi következik, jobban át tudod élni a dolgokat, mert tudod, hogy mi mit követ. Úgyhogy hát én örülök, hogy tetszett. Ezért mondtam neked, hogy ez nem egy mindennapi dolog. Talán az extrém sportok közül az egyetlen az ejtőernyőzés, amit ilyen könnyen, ilyen gyorsan át tudunk adni, meg tudunk mutatni, mert itt nem kell megtanulnod csúszni, mászni, hanem minden, gyakorlatilag én mindent meg tudok csinálni helyetted. Neked csak egy fontos dolgod van, hogy mosolyogd és élvezd. Hát az megtörtént, és tényleg amikor hát nem tudom, háttal érkeztünk lefele, vagy hát az elején, és a repülőt láttam, csak nem a földet. Brutálisan jó érzés volt, tényleg, meg, na jó, meg amikor érzed azt a löketet, hogy tényleg zuhansz, úristen. Hát 200-zal, 200-zal, te súlyod, de a 210 is volt. Én köszönöm szépen az élmény neked tényleg, és hogy vendégem voltál. Hát nektek, én köszönöm. Nektek viszont köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!